Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szedlacsik Miklósnak hívnak. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt itt nálunk mindenki tegezi egymást kortól, nemtől függetlenül. Szeretném megkérdezni, mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világunkkal? Ugye azoknak jó a helyzetük, vagy jobb a helyzetük, akik hát jó pár évvel ezelőtt már hallgattak rám, és itt tanultak, és készültek erre a jelenlegi világunkra. De erre a jelenlegi világunkra hogy lehetett készülni? Anyagilag lehetett készülni, tartalékokkal lehetett készülni. Ugye én akkor azt mondtam, hogy annyi tartalékot képez, ami hogyha semmi jövedelmed nincs 3 évig, akkor is tudsz belőle élni. Tehát akkor is meg tudsz belőle élni, mondjuk ugyanazon az életszínvonalon, mint előtte. Most gondold végig, hogy ez azért elég durva, mert az emberek nagy része az biztos, hogy nem csinál ilyet. Tehát a legtöbb ember az a mának él, és nem számít arra, hogy lesz jövő, mert azt gondolja a legtöbb ember, hogy olyan még nem volt, hogy valahogy ne lett volna, meg egyébként is legyünk optimisták, és miért lenne rosszabb a jövő, mint a jelen vagy a múlt. Hát pedig, hogyha megnézzük, akkor a jelen világunk az többször, több dologban is rosszabb, mint a múlt volt. Hát ugye mondjuk egyik dolog az, hogy nagy mértékben romlott az emberek hangulata. Tehát mondhatjuk azt, hogy a társadalom általános hangulata az lényegesen romlott. Nyilván a társadalom az egyénekből áll, és ha az egyéneknek romlik a hangulata, akkor a társadalom hangulata is romlik. Akkor ugye jelenleg egy olyan világot élünk, ahol egyre kevesebben dolgoznak, és a dolgozók egyre több embert tartanak el, tehát egyre több nem dolgozót tartanak el. Hát azt gondolod, hogy az állam tartja el a nem dolgozókat. Most nem a gyerekekről beszélek, hanem a felnőtt nem dolgozókról. Azt gondolod, hogy az állam tartja el, csak az államot meg a dolgozók tartják el. Tehát nem a lakosság tartja el, hanem a dolgozók tartják el. Tehát ez azt jelenti, hogy ha az államot a dolgozók tartják el, akkor az állam fizeti a nem dolgozókat, tehát gyakorlatilag a dolgozók tartják el az államot is, meg a nem dolgozókat is. Ezzel jó, ha tisztában vagyunk. És ha csökken a nem dolgozók aránya, és nő a, nem fordítva, csökken a dolgozók aránya, és nő a nem dolgozók aránya, akkor ugye az állam mit tehet? A dolgozóktól többet von el. Na most ennek meg az a következménye, hogy a dolgozók egy része kivándorol. Tehát semmivel nem javul a helyzet, mert arányaiban még kevesebb a dolgozó, mert akinek ez a rengeteg elvonás, állami elvonás, ez sok, az fogja és itt hagyja az országot. De ez nem csak Magyarországra igaz, bárhol a világban, ha ugyanez a helyzet, akkor ugyanez a történés. Mert gondold végig, ha az ember elmegy egy olyan országba dolgozni, ahol kevés a nem dolgozó és sok a dolgozó, tehát alapvetően kik a nem dolgozók? Hát a segélyből élők meg a nyugdíjasok, oké? Tehát ha egy ember elmegy egy olyan országba dolgozni, ahol kevés a segélyezet, mert mondjuk lukas a szociális háló, tehát nem alakítottak ki segélyrendszert az állam, és mondjuk a nyugdíjas is kevés, mert vagy nem élték meg a nyugdíjkorhatárt, vagy nagyon sok az a személy még, aki dolgozik, és arányaiban kevés a nyugdíjas. Ez azt jelenti, hogy ott, abban az országokban kevesebb az elvonás, az állami elvonás. És hát Magyarországról is azért szép számmal kivándoroltak az elmúlt években, hát úgy durván 500 000-en, az azért elég szép szám, az elég szép szám, és nem a nyugdíjasok vándoroltak ki jellemzően, hanem a dolgozók. Tehát mondhatjuk azt, hogy egy olyan 4-500 000 közötti szám az a fő, akivel kevesebb most a magyarországi dolgozó, mint mit tudom én, mondjuk 10 évvel ezelőtt, érted? Tehát ez azt jelenti, hogy minél jobban elvon az állam a dolgozóktól. Mit jelent ez az elvonás? Tehát befejez a mondatot, minél jobban elvon az állam a dolgozóktól, annál többen mennek külföldre dolgozni, és az adót nem Magyarországon vagy abban az adott országban fizetik meg, ahol felnevelődött, hanem egy másik országban. Tehát ugye mi az elvonás? Hát az adó, ugye járulékok, régebben járuléknak mondták a legtöbb befizetett dolgot, most már alapvetően adónak mondják, mert már a járulékok is adók. Az azt jelenti, hogy az állam adót szed azért, hogy a vállalt kifizetéseket teljesítse. A vállalt kifizetések a segélyek, és a vállalt kifizetések a nyugdíj. Persze egyéb állami kiadások is vannak, egészségügyi ellátás, stb. Stb. Utak, stb. Stb. Tehát egyéb is van, de a legtöbb ebből a két tételből jön össze, tehát a legtöbb kiadás, állami kiadás az a nyugdíj, a második legnagyobb kiadás a segélyek, a harmadik pedig az egészségügyi ellátás. Tehát ez azt jelenti, hogy az állam az minél nagyobb összeget von el a dolgozóktól, akkor se jön be nekik több bevétel, mert fogják és kimennek a dolgozók, és elsősorban kik? Hát a fiatalok, tehát akiknek még nincs egzisztencia teremtve, tehát akiknek még nincs egzisztencia teremtve, az a 40 év alatti korosztály. De hogyha kimennek a 40 év alatti korosztály, akkor az nem az adott országba fog gyereket szülni vagy gyereket csinálni, hanem ott, ahol dolgozik, oké? Tehát gyakorlatilag egy olyan világba érkeztünk, ahol csöbörből vödörbe jut az állam, vagy vödörből csöbörbe jut az állam azzal, hogy növeli az elvonásokat a dolgozóktól, hogy ki tudja fizetni a vállalt juttatásokat, oké? Na most ugye ez nyugaton is így van, rengeteg nyugati állampolgár vándorolt ki a világ különböző részére, és ők, a nyugati államok úgy próbálják pótolni a munkaerőt, hogy migránsokat engednek be, csak a migránsok azok nem a dolgozni akarnak, hanem a segélyért mennek az országba. És meglepő, hogy még a fehér migránsok sem akarnak dolgozni. A jelenlegi fehér migránsok az az ukránok. Tehát érdekes módon még az ukránok sem akarnak nagyon dolgozni. Tehát pedig azt gondolták, hogy majd legalább, mert a feketék meg a barnák azoktól nem tudom miért várták, hogy majd dolgozzanak, akik ebben a világon igazán dolgoznak, azok a sárgák, utána a fehérek, utána talán a feketék, utána a barnák. Körülbelül ez a sorrend dolgosságban. Na de ugye egy olyan világba jutottunk, ahol a barnák meg a feketék, elsősorban a barnák, másodszorban a feketék akarnak bevándorolni erre a környékre. Hát azoktól meg nagy termelés nem várható, mert nem igazán főleg a barnák nem igazán szeretnek dolgozni. Szóval ez azt jelenti, hogy elég nagy slamasztikába kerülnek szépen fokozatosan az államok, csak ezt valahogy ti nem látjátok át. És ugye miért lett a tartalék eredendően? Mert ez az helyzet, ami most van, ez várható volt. Érted? És ha nincs tartalék, akkor az ember mihez kezd? Érted? Mihez kezd? Hát mihez kezd egy nehezülő világban? Ahhoz kezdhet, hogy folyamatosan visszaveszi az életszínvonalát. Egy kérdés, hogy meddig veszi vissza az életszínvonalát. Hát most gondoljátok végig, mondjuk Franciaországban kicsit nevetséges a helyzet, mert tüntetnek hogy a kormány fel akarja, vagy felemelte, nem tudom, a nyugdíjkorhatárt, de kik tüntetnek? A 10-20 évesek, hát röhely, érted? Akik majd 50 év múlva mennek nyugdíjba, érted? Hát egyszerűen röhely, olyan jót mulatok ezen, komolyan mondom, tehát nem azok tüntetnek, akiket érint, érted? Mit tudom én, mondjuk fölemelik 60-ról 65-re, nem tudom mennyiről emelték mire, érted? Most az azt jelenti, hogy a 58-55 éveseket, 50 éveseket az kicsit közelebb érinti, mint a 10-20 éveseket, érted? És mégis a 10-20 évesek tüntetnek. Miért? Mert lehet randalírozni. Szóval. Tehát itt nem a tüntetésről szól a dolog, hát hogy szólhat, ha majd 50 vagy 55 év múlva megy nyugdíjba, érted? 20 évesen tüntet, és hát, jó, nem 50 év múlva megy nyugdíjba, 45 év múlva, hát akkor is röhely, érted? Röhely. Na most nem erről szól a történet, hát a bolondok, bolond fiatalok, a bolond francia fiatalok, most gondold végig, hogyha fölemelik a nyugdíjkorhatárt, az nekik jó. Miért? Mert az államnak nem kell nyugdíjat fizetni azoknak, akik abban a korosztályban vannak, amelyben fölemelték azt, amit 60-tól 65-ig. Az azt jelenti, hogy ezáltal kisebb az állami kiadás, ezáltal kevesebbet kell elvonni a lakosságtól, de ennyi sütnivalójuk nincsen, érted? A fiataloknak. Hát nekik az a jó a fiataloknak, hogyha minél később mennek nyugdíjba az emberek, érted? Miért? Nagyon egyszerű, majd hogy mi lesz 40 év múlva vagy 45 év múlva, nem tök mindegy, mert nem 45 év múlvaban vagyunk, hanem a mostban vagyunk. Tehát a fiataloknak az a jó, ha minél később van a nyugdíjkorhatár, mert az államnak annál kevesebb nyugdíjat kell fizetni, és a legnagyobb állami kiadás az a nyugdíj, messze mindenütt, legalábbis a fejlett országokban, igaz? A fejlett országokban. Tehát gondold végig, és pont ellenkezőleg működnek, hát úgy hülyítik az embereket, nem tudom ebben az esetben kik, ahogy akarják, állítólag a szakszervezetek, vagy nem tudom mi a manok, érted? De egyszerűen röhely, komolyan mondom, egyszerűen röhely, mert azt megérteném, hogyha hát tényleg azok tüntetnének, akiket rövid időn belül érint ez a dolog, érted? De akkor is miért kell tüntetni? Hát most gondold végig, még azoknak sem. Hát én azt láttam, és lehet, hogy nyugaton is így van, de itt Magyarországon tuti, hogy így van, hogy az idősek fele, a férfiaknál, a férfi idősek fele, azok a nyugdíjba vonás körül meghal, vagy egy kicsivel előtte, vagy egy kicsivel utána meghal, ami azt jelenti, hogy nem tud kezdeni mit az életével, érted? Nem tud mit kezdeni az életével, és feldobja a talpát. Egy ember addig él, míg van célja, és a legtöbb férfinak ezáltal látod, nincs célja. Addig az volt a célja, hogy pénzt keressen, eltartsa a családot, de onnantól kezdve, hogy elmegy nyugdíjba, vagy már ott van, ott lebeg a feje fölött, hogy megy nyugdíjba, fogja és feldobja a talpát. Én nekem a rokonságom egy jó része a nyugdíj környékén halt meg, érted? A férfiak, nem a nők, a férfiak. Szóval nagyon érdekes világot élünk, de az emberek semmit nem gondolnak át, egyszerűen azt gondolják, amit a média nyomat nekik, de hát azt nem kell gondolni, mert az van, oké? Szóval egy érdekes világunk van, és hát ha valaki azt gondolja, hogy javulni fog a helyzet, akkor mondom, gondoljon csak arra, amit az imént elmondtam. Tehát Magyarországon is például az, hogy a nők elmehetnek 40 év munkaviszony után nyugdíjba, ezt tudjátok mekkora állami teher? Olvastam erről. Már nem nagyon akarják elengedni őket 40 évben. Ez egy óriási állami teher, mert még ezt nem változtatták meg, ez még így van. Ezt az állam gondolkodik azon, hogy mert nem tudja finanszírozni, hogy meg fogja szüntetni hamarosan, mert sehol nincs ilyen. Tehát egész Nyugat-Európában sehol nincs ilyen, képzeld el, hogy valaki azért, mert nő, elmegy nyugdíjban 40 év után. Arról nem is beszélve, hogy diszkrimináció, így van. Tehát ez azt jelenti, hogy az, hogy várható a nyugdíjemelés, ez tudod mióta téma? Nem a nyugdíjemelés, nyugdíjkorhatáremelés, ez 90-es évek elejétől, ez azóta téma. Az mióta? 30 éve, több mint 30 éve téma. Tehát már akkor a demográfusok kiszámolták, hogy nagy baj lesz a nyugdíjfizetésekkel. Hát persze, a biztosítóknak hogyne, hát azoknak kötelező demográfusok volt, ugye a biztosítóknak, tehát kötelező volt alkalmazni demográfust. Szóval, szerintem most is, de akkor igen, akkor ez így volt. Szóval gondold végig, hogy mit lehet tenni egy ilyen világban. Tehát van egy szabály, én ezt tanultam a 90-es évek végén, egy olyan szabály, hogyha nehezül az életkörülményed, nem az életkörülményünk, nincs többes szám, életkörülményed, akkor többet kell dolgozni, ez a szabály. De nyilván nem mindegy, hogy mi, mert attól, hogy a kertben többet dolgozol, vagy többet takarítasz, attól nem lesz több pénzed, érted? Tehát olyat kell többet dolgozni, magyarul ez azt jelenti, többet kell dolgozni, tovább mondom a mondatot, hogy több bevételed legyen, tehát a bevételért kell többet dolgozni. Világos ez? Vagy jobban kell dolgozni, hogy több bevételed legyen, tehát jobban, tehát nem feltétlenül többet. A jobban dolgozás mit jelent? Vagy minőségben, de elsősorban jobban jövedelmezővel kell foglalkozni, érted? Tehát ez a világ, ami most van, ez bocs, hogy és amifelé haladunk fokozatosan, vagy egyre gyorsulva, nem is tudom, ez nagyon jó nekünk, és ezt nem látjátok át, akik itt vannak, ez baromi jó nekünk, mert minél nehezebb a világ, annál jobban jutnak el oda mentálisan az emberek, hogy tenni kéne valamit, hogy jobb legyen, és az nem a hőzöngés, mint Franciaországban. Tehát a hőzöngésből, az ilyen forradalmokból, meg ilyen tüntetésekből, és soha semmi jó nem lett, soha semmi jó. Tehát a tenni nem azt jelenti, azt, amit az imént mondtam, hogy olyan dologgal kell foglalkozni, ami több bevételt hoz, érted? Tehát minél rosszabb az embereknek anyagi szempontból, életszínvonal szempontból, nekünk annál jobb, mert minél rosszabb helyzetben vannak anyagi szempontból az emberek, annál hamarabb meg lehet tőlük kérdezni, hogy mit szólsz a jelenlegi világunkhoz, és mit szólnál hozzá, hogyha lenne megoldásod, mert mi tudunk megoldást adni az embereknek, ugyanis az, hogy valaki jobban tudjon működni, és ezáltal több bevétele legyen, ez az kell, hogy okosabb legyen, okosabb, okosabb pedig az ember nem magától lesz, hanem a tudástól, oké? Tehát hogyha az embernek van az átlag feletti tudása, akkor az átlag felett tud boldogulni. Csak ez a sok buta ember azt gondolja, hogy az átlag alatti tudással tud igazán boldogulni. Hát logikusan gondolkodj, ha átlag feletti a tudásod, akkor átlag felett tudsz boldogulni. És az, hogy az átlag hogy boldogul, az neked meg tök mindegy, nem? Miért? Mert ha boldogulni akar az átlag, akkor szerezzen tudást. Logikus. Oké? Tehát ugye itt már hála Istennek sok olyan ember van, aki megtapasztalta azt, hogy átlag feletti tudással átlag felett lehet boldogulni, oké? De nem értem az embereket, hogy ezt miért nem, erre miért nem jönnek rá maguktól, ez annyira logikus, hogy ahhoz, hogy boldoguljunk minden területen az életünkben, azt tudni kell, itt vannak a területek, azt tudni kell. Tehát tudni kell ezekkel a területekkel bánni, jól bánni, mert a bánás közül lehet rosszul bánni is, tudod, az is egy bánás, de jól bánni. De az, hogy az ember jól bánjon ezekkel a területekkel, az tudásra van szüksége. És mi nekünk az a küldetésünk itt PPH-soknak, hogy elvigyük azt a tudást, amit az emberiségtől elzártak, és ezáltal az emberektől elzárták. Tehát az emberektől elzárták azt a tudást, hogy hogyan bánjanak önmagukkal, a párjukkal, a szüleikkel, a gyerekeikkel, másokkal, a munkájukkal, a pénzzel, a környezetükkel, a hatóságokkal, az Istenükkel. Ezt elzárták. Miért zárták el? Mert minél tudatlanabb egy ember, annál könnyebb szolgává tenni, sőt rabszolgává tenni. De úgy, hogy nem kell kényszeríteni, hogy rabszolga legyen. Ő önként lesz rabszolga. Oké? Tehát régen, az ókorban ugye úgy tanították, hogy kényszerítették az embereket a rabszolga sorsra. Most a modern korban a rabszolga sors az nem kényszer. Önként vállalják a tudatlan emberek. Tehát én nekem nagyon sok ismerősöm alkalmazottként éli az életét, illetve akár velem egykorúak, és eddig alkalmazottként élték az életüket. Egynek sem cserélnék az életével, egyetlen egyel sem cserélnék. Érted? Tehát én úgy gondolom, hogy szabad embernek jobb lenni, mint rabszolgának. Tehát most ha azt mondják, hogy hát én nem rabszolga vagyok, hanem alkalmazott, mi a különbség? Míg benn vagy a munkahelyeden, addig nem rabszolga vagy. Tehát ami azt jelenti, hogy hány órát töltesz el naponta rabszolgasorsba. És utána csak ilyen félig vagy rabszolga, mert attól függ abból a munkahelyből mennyit keresel, hogy mit engedhetsz meg magadnak abból a jövedelemből, ez a kérdés. Tehát például megengedhetsz-e olyan dolgokat, hogy mondjuk oda mehetsz, ahova akarsz, akkor, amikor akarsz, azzal, akivel akarsz, és addig maradhatsz, ameddig akarsz. Tehát én nem azt látom, hogy az alkalmazottak azok boldogulnak. A boldogulás az a szeretet, az egészség, az elismerés, a szabadság és az elég pénz jelenléte. És itt a legeleje a szeretet. Tehát a szeretetnél, múltkor mondja nekem valaki, hogy hát kellene ide berakni még egy dolgot, hogy azt csinálsz, amit szeretsz. Hát ott van a szeretet. Hát a szeretetben benne van, hogyha azt csinálsz, amit utálsz, akkor nem szeretsz, hanem utálkozol. Érted? Hát az embernél logikus, hogy a szeretet működésénél azt csinál, amit szeret, nem? Nem logikus? Nekem logikus. Hát most gondold végig, hogy egész nap úgy tölti el az idejét az ember, hogy utálja azt, amit csinál, akkor biztos hatalmas szeretet fog benne kialakulni. Érted? Tehát ott kezdődik, A szeretet úgy alakul ki, hogy olyan környezetben van, amit szeret, érted? Amit szeret. És azt csinálja, amit szeret, nem? És azokkal van, akiket szeret, nem? Logikus. Tehát egy olyan világunk van, ahol az ember tehetne. Most gondold végig, mi lesz ezzel a világgal, ha az emberek azt csinálják, mint amit mondjuk az elmúlt 3-4 évben, 5 évben, mindegy, vagy 10 évben. Nézd meg, hogy mit csinálnak a fiatalok. Már régóta megfigyelhető. A fiatalok azt csinálnak, hogy mondjuk vár a tömegközlekedési eszközre, és közben nyomkodja a telefonját. Tehát nem tud nézelődni, érted? Hogy megfigyelje a környezetét. Nem, eszébe se jut. Ugye ha az ember felfele néz, egy kis tanítás, jó? Ha az ember felfele néz, az javítja a hangulatát. Ha az ember lefele néz, az rontja a hangulatát. Én nem láttam még valakit úgy mobilozni, hogy így. Én csak úgy láttam mobilozni, hogy így. És ez általános. Az ember lefele néz, az rontja a hangulatát. Tehát ezért csinálták azt régebben, hogy például a tévé a szemmagasság alatt volt, hogy az ember lefele nézze, érted? Tehát ha azt gondolod, hogy a pszichológusok nem tudják azt, hogy hogy működik az ember, akkor te óriási tévedésben élsz. Tehát a pszichológusok pontosan tudják, hogyha egy ember lefele néz sokszor egy nap, akkor romlik a hangulata. Ha sokszor felfele kell nézni, akkor javul a hangulata. És azt is tudják a pszichológusok, hogyha egy embernek romlik a hangulata, minél jobban leromlik a hangulata, annál könnyebben befolyásolható. Úgy is lehetne mondani, hogy manipulálható. Ezt is tudják. Sőt, azt is tudják, hogy minél jobb hangulatú egy ember, annál kevésbé manipulálható. Oké? Annál kevésbé. De nem tudom, látod-e, hogy ez a társadalom arról szól, hogy a hatalomban lévők és a hatalomban lévő, kezében lévő média az minél jobban tudja manipulálni az embereket. Az embereket úgy lehet manipulálni, hogyha rossz hangulatúak, az imént elmondtam. És ahhoz ugye a pszichológusokat kérdezik meg, a reklám szakemberek, meg a média szakemberek, meg a hatalomban lévők, hogy mi kell ahhoz, hogy a nép az manipulálható legyen. Érted? Ezt tudod mióta van így? Fú, hát már elkezdődött ez a háború előtt jócskán, 20-as években, érted? Tehát 100 évvel ezelőtt elkezdődött, hogy megkérdezték a pszichológusokat, hogy hogy lehetne elérni, hogy a lakosságot manipuláljuk. Attól, hogy te nem tudsz erről, attól akkor is így van. Ha te nem hiszed, hogy ez így van, akkor is így van. Oké? Tehát most gondold végig, milyen érdekes példát mondok. A 80-as évek végén jártál-e külföldre nyaralni? Ki járt külföldre nyaralni a 80-as években? Kezeket? Látok egy pár kezet, de a többségét nem. Akkor most megkérdezni, hogy most ki jár nyaralni? Tehát mostanában. Most kevesebbet? De az nem azt jelenti, hogy ebben az évben, hanem az utóbbi években. Tehát valami nem stimmel ezzel, mert valamit nem vagy becsapod magadat, mert ugye mi jártunk a 80-as években is külföldre nyaralni, és alig mentek magyarok külföldre. Most meg tömegével, érted? De most ne az elmúlt 3 évet nézd, hanem előtte lévő időszakot, érted? Tehát ami azt jelenti, hogy ma milliók mennek ide-oda nyaralni, érted? A 80-as években alig mentek, max Balaton, érted? Tehát ha megnézed, mennyi szálloda volt a 80-as években, és most mennyi szálloda van? Hát vagy 10-szer annyi szálloda van, mint akkor volt. Miért? Így az országban. Miért? Hát mert 10-szer annyi a nyaralgató. Tehát gondold végig, akkor elérték, hogy az emberek így költsék a pénzüket? Tehát régen nem volt, nem akarták így költeni. Volt pénzük, hát gondold végig, az emberek a 80-as években saját pénzen felépítkeztek, basszus kulcs. Saját pénzen. Tehát akkor volt pénzük, most hol tudnak saját pénzből felépítkezni? Tehát másra költötték az emberek a pénzüket, mint manapság, érted? De elérték, hogy a turizmus az működjön, érted? A világban az emberek sokkal, de sokkal több pénzt költenek el turizmusra, mint régen, arányaiban az országban. Hát ez egy mérőszám, hogyha nem növekszik a turizmus, akkor baj van, érted? Régen ez nem volt adat, nem foglalkoztak vele. Most meg minden évben növekedni kell a turizmusnak. Szóval egy érdekes dolog ez, gondold végig, hát az embereknek direkt bevezettek egy olyan fajta jövedelemforrást, amit ilyen tiketbe kapnak meg, és utána elvihetik egy szállodába, és lelakhatják, vagy leehetik, érted? Hol volt ilyen régen? Sehol. És van, aki egy évben, mit tudom én, pár százezer forintot így kap meg, hogy le kell nyaralnia, érted? Különben elvész. Gondold végig. Miért? Ugye válasszák ezt a munkaadók? Hát mert kedvezőbbé tették az adózását, mint a béreknek. Világos ez? Hát azért van ez, mert kedvezőbb, mint a bér. Jóval kedvezőbb az adózása. Régebben még kedvezőbb volt, már szigorítottak rajta, de régebben, mikor bevezették, még kedvezőbb volt. Tudom, mert ezzel is foglalkoztunk. Jó, szóval a lényeg az, hogy másra költik az emberek most a pénzüket, mint régen. És hogy lett ez? Hát szépen elérték, hogy másra költsenek. Megcsinálták azt, hogy most, ha valaki építkezni akar, akkor ne lehessen például saját magadnak felépíteni a házadat hivatalosan, érted? Mindenféle szakembert kell hívnod, akik nem végzik el jobban a munkát, mint ahogy te végeznéd el, de nekik van papírjuk, neked meg nincsen. És elérték azt, hogy olyan mértékű ára legyen egy építkezésnek, olyan hatalmas mértékű ára legyen egy építkezésnek, hogy az ember fölvegye hitelt, érted? De ugye sokan például nem építkeznek, hanem vásárolnak mondjuk egy ingatlan. Régebben egy ember az éveket, évtizedeket spórolt arra, hogy vegyen egy ingatlant. Ma ezt meg tudja gyorsan csinálni, pár hónapon belül, hogy vegyen egy ingatlant, mert fizetnek neki hitelt. És miért nincs pénze arra, hogy vegyen ingatlant? Hát mert fogja, ezt elnyaralja, érted? Fogja és elnyaralja. Régen, mit tudom én, anyámék, még én otthon laktam, 3-szor voltak nyaralni. Anyósomék egyszer se, érted? Míg Marian otthon lakott, egyszer se voltak. Tehát magyarul nyaralásra anyósomék semmit nem kötöttek, apámék se sokat, érted? Most megnézed egy átlag család, mondjuk 10 év alatt mennyit költ nyaralásra, abból vehetne egy lakást, érted? Tényleg, tényleg, nem egy nagy lakást, egy kicsit. Aha, kicsit. Hát most azt, hogy hol vehetne, ez ebből a szempontból részletkérdés, érted? De vehetne. Szóval elérték manipulációval az embereknél, hogy másként működjenek, mint régen működtek az emberek. Ugye a fogyasztói társadalom működése is egy manipuláció, ugye a fogyasztói társadalom úgy működik, hogy létrehoznak valamit, ami sokkal hamarabb tönkre megy, mint régen. Ebből talán az autó a kivétel, meg talán még a motorok, automotor a kivétel, tehát azoknak az élettartama azért hosszabb, mint a szocializmusban volt, de ugye ott 150-200 000 között minden autót generálozni kellett, egy Trabantot meg egy Warburgot még hamarabb. Szóval ez azt jelenti, hogy most már ugye nem ennyit mehetnek egy autók, hanem jóval hosszabb élettartamot, de más mindennek jóval rövidebb az élettartama, mindennek, érted? Veszel egy ruhát, hamarabb tönkre megy, veszel egy cipőt, hamarabb tönkre megy. Mondok példát, jó? Cipőre vettem cipőt, ugye mindig bőrcipőt veszek, vettem cipőt, ugye a talpa az nem feltétlenül bőr, és a sarka az elég hamar elkopott. Elvittem egy suszterhez, rakott rá sarkat, de ez a sarok ez nem kopik, ez nem olyan, mint az eredeti sarok, érted? Már a talpa az elkopik, de a sarok az nem kopik. Tehát magyarul van normális anyag, csak nem rakják rá a cipőre, érted? Eredendően. Tehát nagyon érdekes, mindenből van jó minőség, csak nem a késztermékeknél, érted? És ez azt jelenti, hogy elérték az embereknél, hogy megtanulják, hogy nem érdemes javítatni, hanem dobják ki és vegyenek újat. Mert lehet, hogy egy cipő sarkalás annyiba kerül, mint maga a cipő, érted? Tehát mindent dobjanak ki, de ezzel azt is elérték, hogy elkopik a párja, nem a cipő párja, tudod? Az ember párja, akkor kicserélje, tudod? De nem megjavítsa, nem megjavítsa, hanem kidobja, szó szerint. És ezt kiknél lehet elérni? Azoknál az embereknél, akik nem kellően jó hangulatúak és nem tudnak gondolkodni, érted? Ugye beszéltem róla, hogy a rossz hangulatú ember az nem tud gondolkodni, a jó hangulatú tud gondolkodni, a rossz hangulatú manipulálható, a jó hangulatú nem manipulálható. Tehát egy rossz hangulatú embernél simán elérik azt, hogy ne eszébe se jusson az, hogy ő megjavítsa a párkapcsolatát, csak most mondtam egy példát, hanem kidobja, lecserélje, mint a termékeknél, érted? Mert a termékeknél is így van, de neki a párja is egy termék és elavult, tudod? Lejárt a szavatosság idején. Így van, így van. De csak a másik az övé nem. Az övé nem, csak a másik, így van. Ő tök jól működik, csak a másik nem. Csak az a baj, hogy mind a kettő egymásról ezt gondolja. Szóval egy érdekes világot élünk, ahol, hát és ez ugye humorosnak vesszük, de ez nagyon nem humoros. Nagyon nem humoros, mert ugye ezt látni, hogy tehát régebben, tehát ugye vannak ilyen korosztályok, 25 év egy korosztály, most nem mondom el, hogy mikor van egy korosztály vége, ha érdekel, akkor vegyél részt a képzésünkön. És lényeg az, hogy vannak ezek a korosztályok, és hogy jönnek 25 évente a korosztályok, megfigyelheted, hogy az ugyanolyan korosztályú generáció, mint ami 25 évvel azelőtt volt, az újabb korosztály az rosszabb hangulatú, a következő 25 év múlva eltelt korosztály az még rosszabb hangulatú, érted? Tehát azt látni, hogy a társadalom a korosztályként is meghatározott társadalmi hangulat az folyamatosan romlik. Tehát ez azt jelenti, hogy ez látszik is az emberek működésében. Hogy látszik? Hát nagyon egyszerűen, hát úgy, hogy például a jó hangulatú társadalomnál, mit tudom én, az gyakorlatilag mondjuk volt ezelőtt több mint 50 évvel, ott még nagyon ritka volt a vállás. A 50 és 25 évvel ezelőtti korosztályoknál már sűrűbb volt a vállás. A 25 éven belüli korosztályoknál még sűrűbb a vállás, érted? Tehát miért? Mert nem gondolkodik, eszébe se jut, hogy valamit meg kellene javítani. Hát most gondold végig, lehet, hogy egy műszaki dolgot nem tudsz megjavítani, meg nem is lehet, de egy ember meg tud javulni, érted? Úgyhogy egy ember úgy javul meg, hogy nem te javítod meg, hanem egy ember a saját maga képes arra, hogy megjavuljon. És ha két emberről van szó, akkor két ember képes arra, hogy megjavuljon, érted? Nem csak az egyik képes, mert az egyik megjavul, a másik nem, az még nem fogja rendbe rakni a kapcsolatot, csak az, hogyha mind a kettő megjavul. És a párkapcsolat az csak egy dolog, de itt van önmagad, amiből kiindul az összes többi terület, mert mind belőled indul ki. Ha te rosszul működsz, akkor az összes további területed rosszul működik. Ha te jól működsz, akkor képes vagy arra, hogy az összes többi területed jól működjön. Tehát el tudod érni, hogy az összes további területed jól működjön. Tehát az embereknek, ugye említettem, egy kiút van. Ha ebben a világban boldogulni akarnak és nem csúszni akarnak lefele érzelmileg és anyagilag, akkor tanulni, fejlődni kell. De az ember úgy működik, hogy egyedül tanulni, fejlődni, ez olyan, mint a, tudod, az otthon végzett edzés. A legtöbb ember nem tud otthon végezni edzést, neki kell társaság, hogy edzést csináljon, érted? Kell valami, akár edző, aki felügyeli az ő edzését, kellenek ott társak, akikkel együtt tud edzeni, érted? Mert az ember, ha otthon egyedül edz sokáig, ráun, érted? Ráun, unalmassá válik társaság nélkül, és előbb-utóbb az otthoni edzést abba fogja hagyni. Na ugyanez a tanulás, ugyanez, csak még inkább, ami azt jelenti, hogy ha az ember önmaga akarja fejleszteni magát, hát én befizetek rá, hogy ő mikor fogja önmagát felfejleszteni. Tehát én még erre példát nem láttam. Tehát az azt jelenti, hogy azok fejlesztették önmagukat, akik csapatot fejlesztettek, tehát embereket fejlesztettek, és most mindegy, hogy milyen szinten, most nem ez a lényeg. Tehát mit tudom én, a Müller Péter azért fejlődött, mert embereket tanított, fejlesztett, világos ez? Mit tudom én, mondjuk a Bagdi Emőke azért fejlődött, mert embereket tanított, fejlesztett, és akkor így lehetne a Popper Péter, bárkit mondani a múltból, érted? De a jelenből is, mit tudom én, a Szabó Péter azért fejlődött, mert embereket fejleszt, érted? Oké? De én még olyat nem láttam, hogy valaki úgy fejlődött volna, hogy nem fejleszt embereket és nem tanul közösségbe, érted? Én még ezt nem láttam. Tehát bárki, aki azt az ábrándot képzelli le saját magának, hogy ő majd maga fog fejlődni, én erre csak mosolyogni tudok. Én még egyetlen egy olyan embert nem láttam, aki maga tudott volna fejlődni. Hát eleve az önfejlődés az olyan, mint egy vállalkozás. Ha egy vállalkozást működtetsz, akármilyen szakember vagy abban a vállalkozás, nem. Hát ha tanulsz, akkor nem vagy szakember, tehát ha tanulni akarsz, akkor fejlődnöd kell, tehát a fejlődés területén nem vagy szakember. Tehát akkor maradjunk abba, hogy mondjuk indítani akarsz egy vállalkozást, és nem vagy szakember azon a területen. Tudod, miért fogsz csődbe menni? Mert nem kértél segítséget, vagy nem tudtad megfizetni a segítséget azon a szakterületen, érted? Tehát ugyanígy van a tanulás, egy az egybe. Azért akik tanulnak, önmaguk tanulnak, egyedül tanulnak, azért vallanak kudarcot, mert nincs akihez forduljanak. Tehát van például, mit tudom én, mondjuk egy Szabó Péter, érted? Tanul nála valaki, nem személyesen fog tanulni, hanem ilyen szeminárium jelleggel. Ez azt jelenti, hogyha az illető elakad a haladásban, utána fordulhat a Szabó Péterhez. Hát most képzeld el, mindenki, aki elakadt és a Szabó Péternél valaha tanult és a Szabó Péterhez fordulna, akkor még éjszaka se lenne ideje aludni, érted? De ugyanez például a Szikszai, micsoda? Csaba. Csaba, Szikszai Csaba, igen, Y-nal, Szikszai Csaba, mármint az utolsó az Y, a Szikszai. Ugyanez a helyzet, akik ott tanultak, tanulnak, mind fordulhat a Csabához. Érdekes lenne. Nálunk sem fordulhat mindenki hozzám, mert nem győzöm, érted? Mert nem győzném. De nálunk vannak vezetők, akihez fordulhatnak. Érted? Ez a különbség. tehát mindenki benne van egy olyan csapatban, ahol rajtam kívül ott van más vezető is, vagy akár több vezető van, és ha az ő csapatába tartozik, akkor fordulhat ahhoz a vezetőhöz, érted? Tehát a vállalkozások, az induló vállalkozások igen nagy hányada azért megy tönkre, valami 80% az első 3 évben, mert egyszerűen vagy azért, mert szakértelemhiány, vagy mert kiveszi a vállalkozásból a pénzt és nem fekteti vissza, tehát ez a két dolog. Tehát, de az is szakértelemhiány, hogyha nem fekteti vissza a vállalkozásba, mert senki nem tanácsolta azt neki, hogy az első 1-2-3 évben a vállalkozásodból egy vasat se vegyél ki, és ha nincs tartalékod arra 3 évre és a vállalkozásból akarsz élni, akkor pórul jársz, mert tönkre megy a vállalkozásod, érted? Tehát ez van, és ugyanez a tanulás, ugyanez, ha valaki elakad, ki segít neki a Sziksainál, vagy ki segít a Szabónál? Senki. És az azt jelenti, hogy az elakadás az megállást jelent, tehát onnantól kezdve elakadt, megállt az illető, és nem tud tovább lépni, tovább fejlődni, érted? Tehát a miénkhez fogható tanulási rendszer az egész bolygón egyedülálló. Máshol is tanítanak hasonló rendszerbe termékforgalmazást, érted? De az nem azt jelenti, hogy azt tanítsák, hogy hogyan bánjál önmagaddal, a pároddal, a szüleiddel, gyerekeddel, másokkal, munkáddal, pénzzel, környezeteddel, hatóságokkal, Isteneddel. Tehát én ismerek régebről több olyan szervezetet, ahol van képzés, és ahol vannak vezetők, az emberek fordulhatnak a vezetőikhez, de soha egyetlen helyen sem találkoztam azzal, ezzel a 10-essel, érted? Soha nem találkoztam azzal, hogy hogyan bánjanak a hatóságokkal, érted? Soha nem találkoztam azzal, hogy hogyan bánjanak a környezetükkel. Többivel valamilyen szinten van foglalkozás, de nem módszer szinten, hanem motivációs szinten. Tehát ezeken a területeken így 7-ig motiválják az embereket, de nincs effektíve módszer, érted? Tehát nincs effektíve módszer. Ez azt jelenti, hogy azok az emberek, akik mondjuk olyanok, hogy nincs képességük arra vonatkozóan, hogy valami nagy sikert érjenek el már az elején, azok igazából hoppon maradnak ezekben a szervezetekben. Azok nem hoppon maradók, akik jó képességűek és hirtelen gyorsan tudnak szervezni, oké? Tehát akik viszont átlagemberek, azok nem tudnak haladni 1-ről 2-re, tehát hiába motiválják őket, semmire nem mennek, mert nincs módszer, csak motiváció. Én egyszer olvastam egy könyvet még a múltban, amikor pont erről olvastam, hogy mekkora különbség van, hogyha adsz az embereknek módszert is, meg motivációt is, mintha csak motivációt adsz. Mert a motiváció elmúlik, a módszer marad. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy jogosan tudom mondani azt, hogy a világon egyetlen olyan szervezet vagyunk, amelyben úgy tud az ember fejlődni, ahol minden feltétel megvan ahhoz, hogy fejlődhessen. Nyilván ehhez szükséges egy saját akarat, ugye, mert az embernek szabad akarata van, hát most már több mint 100 éve, és az azt jelenti, hogy ő saját maga dönti el, mindenki, hogy milyen szinten akar fejlődni, természetesen. Tehát hiába van mindenkinek ugyanaz a lehetősége, hogyha ez egyik ember jobban akar fejlődni, a másik kevésbé. De ez azt jelenti, ez a szabad akarat, hogy mindenki, például itt nálunk, saját maga dönti el azt, hogy részt vesz-e a szervezésben, vagy nem vesz részt a szervezésben, vagy mennyire vesz részt a szervezésben. A szervezésben azért érdemes részt venni, mert a tandíj bevételeinknek a több mint 77%-a kifizetésre kerül a szervezők között egy megfelelő karrierrendszerben, tehát egy karrierrendszer van, és itt ugye nem csak úgy részesedhet az ember, hogyha ő szervez, hanem úgy, hogyha ő csoportjában is szerveznek az emberek, és ez a több mint 77%, ez a legmagasabb kifizetési arány, ami létezik. Ezáltal, hogyha az ember szervez, mivel magas a kifizetési arány, ezért egy intenzív szervezés esetén magas tud lenni a jutalék. Na most azért szeretném elmondani, hogy más szervezeteknek is sikerült más szervezetekbe is sikerült betekintést nyernem az elmúlt 30 év során, és én azt láttam, hogy a sikeres emberek mindenütt 60-70-80 vagy annál több saját közvetlen emberrel rendelkeznek. 60-70-80, érted? Tehát akik jól keresnek, mit jelent az, hogy jól? Azt jelenti, hogy 7-es számjegyű kereset felett, oké? Azoknak mind 60-70-80 vagy e feletti emberszámuk van, közvetlen emberszámuk. Az azt jelenti, hogy kellő intenzitással szerveztek. Nyilván, hogyha az ember nem kellő intenzitással szervez, tehát ennél jóval kevesebb szervezetje van, ez mindenütt így van, akkor jóval kevesebb a jutalék is. Ugyanis a szervezés ott, ahol nem csak a saját szervezetünk után tudunk jutalékot kapni, hanem az általunk létrehozott emberek szervezései után is tudunk vezetői jutalékot kapni, akkor ott mindenütt az van, tehát kivétel nélkül, hogy mit akartam mondani? Mindegy, majd eszembe jut. Szóval a lényeg, hogy ott, ahol ilyen szervezési módszerek vannak mindenütt, ja, megvan, mit akartam mondani, a nagy számok törvénye érvényesül mindenütt kivétel nélkül. Miért? Mert minél több a saját közvetlen embered, annál több embered lesz, aki azok közül szervez. Logikus? Minél kevesebb a saját magad által szervezett ember, annál kevesebb szervez azokból, mert nem fog, soha nem volt még olyan semmilyen szervezetben, hogy mindenki szervezett volna. olyat még világ nem látott sehol senki. Tehát ez azt jelenti, hogy egy bizonyos százalék szervez. Nálunk ez körülbelül 30%. Nem rossz az arány, nem rossz. Tehát aki szervez és eredményesen, mennyire eredményesen szervez, tehát az azt jelenti, hogy akinek tanulója van, az körülbelül 30%. Az nagyon jó arány egyébként. Na most, de nem mindegy, hogy hány főből. Gondold végig, az azt jelenti, hogy ha mint tudom, van 3 embered, akkor jó esetben abból 1 szervez, jó esetben, de ez általában nem így működik, hanem minél nagyobb a szám, annál jobb az arány. Hát mondjuk ha 30 embered van, akkor már akár 10 is szervezhet belőle, érted? De ha mondjuk 100 van, akkor már 30 is szervezhet belőle. Most gondold végig, azért mondjuk ha 30 embered van, abból azért aki szervez, akkor abból mekkora csoport tud létrejönni, mint hogyha csak mondjuk 1 ember szervez, érted? Tehát, és ez mondom mindenütt így van, csak ezt azért mondom, hogy tisztában legyetek vele. Tehát nem hiszem, hogy van itt köztünk olyan, aki jobban átlátja a szervezést bármilyen téren. Ez a köztünk az azt jelenti, hogy a hallgatóság között is, aki még nem tanuló, de hallgatja az előadásaimat, aki jobban értene ahhoz, hogy szervezés és hálózatépítés. Tehát ugye a hálózatépítés azt jelenti, hogy létrehozzal egy szervezői hálózatot, érted? Most az, megnézzük a világban, tök mindegy, hogy mondjuk tudom én, biztosítást közvetít az a hálózat, vagy mit tudom én, terméket forgalmaz az a hálózat, vagy éppen tanulókat szervez itt a PPH-nál, akkor is szervező és akkor is hálózatépítő, mert nem csak a saját teljesítményéből részesedhet, oké? Hanem mások teljesítményéből is. És ez azt jelenti, hogy ha valaki bárhol sok pénzt akar keresni, akkor sok embert kell szerveznie. Egy különbség van, hogy mit tudom én, mennyiért kell megvenni mondjuk a biztosítást, vagy mennyiért kell megvenni a terméket rendszeresen, vagy mennyiért kell tanulni, érted? Tehát hogyha megnézed a szervezés terén, mit tudom én, az MV-nél, ahol sikerült betekintenem, annak idején, mit tudom én, 15 évvel ezelőtt, akkor tekintettem be, 36 000 forintnyi terméket kellett havi szinten vásárolni, érted? Hogy az ember termékforgalmazó lehessen, oké? És én ismerek olyan hálózatokat, ahol ennél nagyobb összegeket is kellett fizetni, igaz? Az értékesítőknek, hogy hálózatépítők lehessenek, oké? Tehát olyan is volt, ahol mit tudom én, 120 000 forintot kellett befizetni, hogy valaki szervezhessen, vagy 300 000-et kellett befizetni, hogy szervezhessen. Oké? Okay? Nálunk ugye van egy tandíj, és a tandíj az 30 óra képzést fedez ezeken a területeken. Na hol van? Itt van, ezeken a területeken adjuk a képzéseket. Milyen cél érdekében? Hát egy olyan cél érdekében, ami igencsak nemes, ha jobban megnézed. Mert azért adjuk a tudást, hogy egy jobb világunk legyen. Ha az emberek nem fejlődnek szellemileg, akkor itt nem lesz jobb világ. Oké? Okay? És akkor két dolog van. Jó? Most vonatkoztassuk el attól, hogy ettől a dátumtól magunkat, jó? Ez 2035. Jó? Na most 2035, vegyük azt, hogy ám lesz világvége, jó? Nem kell, hogy legyen aranykor. Nem így van, csak mondom, jó? Tudod milyen világ lesz 2035-re akkor? Egy olyan világ, amiben nem akarsz majd élni. Nem tudom, elég világos-e? Tehát ha ez így megy tovább, nincs egy szervezet, amely tegyen azért, hogy legyen egy jobb világ, akkor 2035-re itt egy olyan világ lesz, amiben az emberek nagyon nagy része nem akar majd élni. És mondom, most mindentől elvonatkoztattunk, amiket eddig mondtam, jó? Ez ilyen egyszerű. És ha te azt gondolod, hogy ez nem így lesz, te óriási tévedésben élsz. Tehát egy olyan világtervezet van, amiben az emberek nem akarnak majd élni. Csak mondok egy dolgot, hogyha megszüntetik a pénzt, veled azt csinálnak onnantól kezdve, amit akarnak. Érted? És ha teljes világ teljhatalom lesz, elég, hogyha az EU-ban vagy mit tudom én azokban az országokban, amelyekben hallgattok, teljhatalom lenne, érted? Azt csinálhatnak veled, abszolút rabszolgasors, érted? Egy olyan világ lesz 2035-ig, ha az emberek nem tesznek azért, hogy egy jobb világ legyen, amiben nem akarunk élni. Tehát mondok példát, ha itt mondjuk bevezetik bármikor azt, hogy megszüntetik a pénzt és csak bankszámla van, érted? Abban a pillanatban én már itt se vagyok. Mert egy csomó olyan világrész van, ahol marad a pénz, érted? Tehát egy olyan világba akarsz élni, ami felé halad a világ, érted? Ami élhetetlen egy ember számára, és csak a hatalmon lévőknek jó. Schluss! Ezt tudod hány százalék lesz? 1%-nak jó lesz, a 99 meg örül, hogy él, érted? Vagy inkább nem is akar élni. Hát folyamatosan nő az öngyilkosok száma évről évre világszerte. Egyre többen nem akarnak élni abban a világban, amiben vagyunk. Tehát itt mondhatsz rólunk bármit, rólam bármit, gondold végig, mifelé haladunk. Milyen világ lesz itt? Akarsz majd egy olyan világban, ahol totál kiszolgáltatott vagy, érted? Ahol még azt is meghatározzák, hogy hány gyereked lehet, vagy lehet egyáltalán, mint Kínában, tudod. És akkor azt mondják majd a fiataloknak, hogy nem szülhetsz, ennyi, nem lehet gyereked, érted? Mert nem nőhet a népesség. mert nincs rá, mert kitalálják azt, mert nem tudjuk eltartani, nincs elég élelmiszer, nincs ez, nincs az. Azt találnak ki, amit akarnak. És e felé megyünk, lásd már be! Ha nem látod, vak vagy. Oké? Jó? Ha viszont úgy gondolod, hogy szeretnél fejlődni, kereshetsz a világban olyan szervezetet, amely ténylegesen tud téged fejleszteni, rajtunk kívül úgyse fogsz találni egyet sem. Érted? Ez van. Tök mindegy milyen nyelvű vagy, akkor sem fogsz találni olyan szervezetet, amely azért akar fejleszteni, hogy ne egy olyan világunk legyen, ami lenne, ha nem fejlődünk. Hát ha azt mondod, hogy az emberek tudatosodtak az elmúlt 4-5 évben, akkor te hülye vagy. Hát pont az ellenkezője folyik. Az emberek butulnak el, egyre hülyébbek, érted? Szó szerint. És nem maguktól ilyenek, ezt csinálják velük. Hülyítik el őket. Tehát nem maguktól hűlnek el, most ne érts félre. Maguktól az ember, magától az ember nem hűl el. Külső hatásra. Úgyhogy tessék elgondolkodni, hogy mit szeretnél a jövőben. Ha idős vagy már, és azt mondod, kit érdekel az egész 2035-es, mi lesz a gyerekeddel, unokáddal? Érted? Mi lesz vele? Gondold már végig. Neked ugyanúgy bármilyen korú vagy, hozzá kellene ahhoz járulni, hogy legyen egy jobb világ. Tehát ha jó emberek nem tesznek semmit, a rossz eluralkodik a földön, ez egy szabály, és mindig a rossz azért uralkodott el a földön, mert a jó emberek nem tettek semmit. Mit tehetnek a jó emberek? Nem forradalmat csinálnak, az elméjében kell egy forradalom, érted? A saját elméjében. Ugye a forradalmat mindenki a saját elméjében létre tudja hozni, ha akarja. Nézz utána az oldalunkon, hogy milyen kedvező áron vannak a képzések, milyen képzések vannak, jó, meg tudod nézni, ahhozokhoz díjmentesen hozzáférsz. Mutatom, jó, hogy hol vannak ezek. Tehát belépsz a weboldalunkra, és itt a Nyílt Akadémián belül találod meg a képzéseink témáját, a hivatásunk részleteit, és a másikba pedig a képzéseink időpontjai, ott van rögtön az elején, és a tandíj is itt van, jó? Tehát itt le van írva minden, hogy hogyan is működünk, nézz körül, ha elakadsz, keresd azt a szemét, aki szimpatikus számodra PPH-sként az interneten, vagy már fölvetted vele a kapcsolatot. Köszönöm szépen a figyelmeteket, csinálunk most egy 30 perc szünetet, utána pedig egy olyan speciális képzésünk lesz, aminek ugye ugyanaz a címe, hogy gyereknevelés, de elsősorban azt a célt szolgálja, hogy rájöjj arra, hogy gyerekkorodban milyen nevelési hibákat követtek el rajtad a szüleid, mert ha az ember nem jön rá arra, hogy milyen gyereknevelési hibákat követtek el rajta, akkor nem is tudja kijavítani, és ez akadályozza az eredményességben. Úgyhogy egy nagyon fontos témánk van ebben az időszakban, és ebbe tudsz most becsatlakozni. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok!